Játékvezetőként részt vett két világ- és Európa-bajnokságon, 2016-ban pedig ő vezette a női bajnokok ligája döntőjét, majd megválasztották a világ legjobb női játékvezetőjének is. Ő nem más, mint Kulcsár Katalin. Ismerkedjünk meg vele egy kicsit közelebbről is. Közvetlen jókedvű és barátságos Kulcsár Katalin, aki egy héten 3-4-5 alkalommal a szezon helyzetétől függően futóedzésekkel, emellett pedig konditermi edzésekkel készül a mérkőzésekre. A mai modern játékvezetésnek az edzés az alapvető része, hiszen ahogy a futball is az elmúlt évtizedek során felgyorsult, ugye ezzel kell a játékvezetőknek is lépést tartani. Ugye a top szinten, ahol mi működünk, ott már a napi edzés az elengedhetetlen. Egyrészt a meccseket is így bírjuk jobban, illetve a teszteket, amiket teljesítenünk kell, hogy vezethessünk meccseket, azokhoz is elengedhetetlen az edzés. Ugye szerencsére már elég sok mindent elértem a játékvezetésben, a futballban, de a futball egy olyan sportág, meg azért a legtöbb sportág ilyen szerintem, hogy mindig lehet egy következő cél, vagy megismételni azt, amit már esetleg elértünk. Nekünk még az a könnyebbség, ugye például az egyéni sportoktól eltérően, hogy minden hétvégén van egy újabb lehetőség, egy újabb mérkőzés, ahol lehet bizonyítani. És én mindig arra szoktam gondolni, hogy minél tovább van valaki egy komoly szinten, vagy az elitben, az azt bizonyítja, hogy jobb játékvezető, vagy jobb teljesítményre képes huzamosabb ideig. Általában minden hétvégén a magyar bajnokságban működök, ez vagy az NB1-ben alapvonali játékvezetőként, illetve NB2 vagy NB3-as szinten játékvezetőként működök, és ehhez jönnek ugye hozzá évközben a nemzetközi mérkőzések. Ugye nemzetközi szinten a női bajnokságokban, ugye a klubversenyeken, illetve a világeseményeken vehetünk részt. Ugye most ősszel a Bajnokok Ligája mérkőzései működtem közre a 30 és 36, 2 és a 16 között. A játékvezető elmondása szerint nehéz összehasonlítani a női és férfi mérkőzéseket. A férfiaknál egy női játékvezetőnek az a fő nehézsége, vagy azzal kell leginkább megküzdenie, hogy elfogadtassa magát, amihez nem mindig elég, hogy jó döntéseket hoz a pályán. Kell tudni jól fegyelmezni, illetve jól megértetni magunkat a játékosokkal, hogy elfogadjanak minket, mint játékvezetőket a játéktéren. Nyilván ez a női mérkőzéseken kevésbé kerül előtérbe, hiszen női játékosokról van szó, és ugye mi is női játékvezetők vagyunk, úgyhogy itt erre a részre kevésbé kell koncentrálni. Kulcsár Katalin nyáron már második világbajnokságán vett részt, először 2015-ben a kanadai VB-n vezetett mérkőzéseket. Akkor tapasztaltam meg először, hogy micsoda körítése lehet a női mérkőzéseknek, és mennyire sokan szeretik a női futballt, ugye Észak-Amerikában nagyon-nagyon népszerű, és ez még Franciaországban tovább fokozódott, ugye teltházak előtt rendezték a mérkőzéseket, illetve már az utcákon is ugye szurkolók ezreivel lehetett találkozni, úgyhogy igazából olyan érzésem volt, mintha egy férfi labdarúgó tornán lennénk. Amikor játékvezetőként veszek részt egy mérkőzésen, akkor kevésbé hallom a szurkolókat, mintha mondjuk az alapvonalon állok, illetve az érdekes, hogy akkor lehet jobban hallani a szurkolókat, ha kevesebben vannak, úgyhogy nem csak a játékosoknak, a játékvezetőknek is sokkal jobb, hogyha több néző van a tribünön, a lelátókon, hiszen az nekünk is sokkal élvezetesebb, és sokkal inkább futball hangulata van az adott mérkőzésnek, és engem már nem zavar egyáltalán, illetve azt gondolom, hogy korábban sem zavart, hogyha mondjuk nem értenek együtt egy ítéletemmel, hiszen én annyira benne vagyok a meccsben, és annyira arra koncentrálok, hogy jó döntéseket hozzak, hogy nem arra figyelek, hogy mi történik a lelátókon. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy még mindig a pályán vagyok. Nyilván arra is büszke vagyok, hogy hova értem el, és milyen mérkőzéseken működhettem. Nem nagyon szeretek egy-egy mérkőzést kiemelni. Nyilván adja magát, hogy az ember a BL döntőt emelni ki akár, de talán fontosabb az, hogy ilyen sokáig tudok ebben az elit keretben, például ahova most tartozom az Európai Szövetségnél, ebben szerephez jutni és komoly mérkőzéseket vezetni, hiszen egy-egy eredmény könnyen akár be is csúszhat, de az, hogy valaki több éven keresztül, hosszú éveken keresztül ott legyen, azért ahhoz komoly teljesítmény szükséges.